Az akácfák között megbújva állnak a méh kaptárak, tavasztól őszig kell a méhészeknek gondoskodniuk arról, hogy megfelelő területre vigyék méheiket annak érdekében, hogy kellő mennyiségben egészséges mézet állítsanak elő a rovarok. A 2021-es év országosan gyenge, de a megyében jó hozamú volt, mondta Hók József egyesületi elnök 35 perc című műsorunkban. Nem is tudjuk megmondani, hogy igazából minek köszönhetően, de a korábbi években azért május eleje, május 10-e körül lévő akácvirágzás egészen kitolódott május végére, 26 vagy valahol június elejére. Mindenki félt tőle, hogy egy fagyos, sarjú akácvirágzásunk van, de amellett itt Szabolcs megyébe mondhatjuk, hogy legalább a korábbi éveknek megfelelően, de vagy inkább a közepestől egy jobb akáztermésünk volt. Igaz, volt ez Szabolcs megyére, Hajdú-Bihar, vagy akkor a Hajdúnak egy részére és Borsodra. Az ország többi részén igazából minimális volt az akáztermés, de itt egy jó minőségű akác évünk volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős számú, csak nem 2200 bejegyzett méhész dolgozik. Sok méh családot is nevelnek. Az egyesületi elnök szerint jó méztermésre van ugyan kilátás, de bármikor tönkreteheti az évüket egy akár néhány napos komolyabb lehűlés. Vannak méhészetek, ahol teljes pusztulás, de ami korábbi években volt jellemző, hogy 20-30-40%-os pusztulás mindenkinél, az most nem jelentkezett. Méh családoknak tavasszal a fejlődéséhez virágpor és nektárhordásra van szüksége. Sajnos a nagy aszály és egyéb hatására most kezdenek a gyomnövényeink itt. Nekünk ilyenkor végül is, aki nem vándorol fűzre, akkor a árvacsalány, tyúkhúr, pitypang, vagy gyermekláncfüki, hogy nevezi, ezeknek a virágzására lenne szüksége. A nagy aszály hatására és a hűvös idő hatására ezek igazából most kezdenek elvirágozni. Akik vándorolnak, a fűz alatt is azért viharos, szeles, esős idő volt, és nem igazából engedte itt a mi térségünkben a méh családoknak a mozgását. Ahhoz 12-15 fok hőmérséklet legalább kell, hát azért mi itt meleg órákban vagy napfényes órák számában a Dunántúli részhez nagyon el vagyunk maradva legalább 2-3 héttel. Fejlődgetnek a családok, de nem mondhatjuk, hogy a csúcson vannak. Az idei méz ára nagyon sok tényezőtől függ. Hók József szerint jelentősen nőttek a munkabérek ebben a szektorban, és emellett többet kell áldozni az eszközökre, az egyes állategészségügyi termékekre. Ennek ellenére bízik abban, hogy szerény haszonnal tudják zárni a 2022-es évet a megyei méztermelők.